Lengyelországba látogatott a konstantinápolyi ortodox pátriárka, aki Varsóban Andrzej Duda lengyel elnökkel találkozott. Bertalan pátriárka látogatásának célja, hogy erkölcsi támogatást nyújtson a Lengyelországba menekült, mintegy 2 millió ukrán embernek. A pátriárka azt mondta, ezekben a napokban csak arra fókuszál, hogy szolidaritást vállaljon menekültek millióival. Imádkozik értük, akiket indokolatlan, szörnyű agresszió kényszerített hazájuk elhagyására. Ezt az agressziót Oroszország követi el a szuverén Ukrajnával szemben. Egészen másképp foglalt állást Kirill moszkvai pátriárka, aki a bűn elleni küzdelem jegyében megáldotta a Vlagyimir Putyin orosz elnök által különleges műveletnek nevezett háborút, amivel sokakat megbántotta, mint egy 30 millió ukrán ortodox hívő közül. A hagyományosan az orosz ortodox egyházhoz hű hívők körében terjed az a nézet, hogy a moszkvai pátriárkával meg kell szakítaniuk kapcsolataikat. Moszkva szerint éppen a megosztás a cél. Oroszország azzal vádolja a nyugatot, hogy ennek jegyében anyagilag támogatja Bertalan konstantinápolyi pátriárkát. Az ortodox egyház a Kreml szerint fontos helyet foglal el az oroszok lelkében, amit a katonák temetésein egyre többen kérdőjeleznek meg.